Ha létezik franchise, ami az elmúlt negyed évszázadban teljesen feleslegesen tért vissza közénk, akkor az a Terminátor. Abban nagyjából mindenki közös konszenzuson van, hogy az első két rész úgy szuper, ahogy van. Az utána következőkről viszont már lehet vitatkozni, hogy a minőségi görbén hol helyezkednek el, de ha engem kérdeztek, én lassan a címeiket is már csak IMDb bevonással tudom felidézni. A Terminátor Dark Fate bejelentésnél csak akkor legyintettem nagyobbat, amikor megláttam az első trélert, szóval egyáltalán nem könnyű manapság a sorozat elhivatott rajongójának lenni, majd kiderült, hogy egy teljesen önálló játékkal is készül a lengyel Tejon, akikről még sosem hallottam, de ők adták ki a 2014-es Rambo videójátékot is, igen, azt a szart. Mondjuk sem előtte, sem utána nem jegyeznek kihagyhatatlan játékokat, szóval fogalmazhatunk úgy is, hogy egyáltalán nem hozott tűzbe, hogy most éppen egy újabb, szebb napokat is megélt brandbe kívánnak belerúgni. A végeredmény jobb lett, mint vártam, de így sem merném mindenkinek ajánlani. A jó hír, hogy végre nem újraértékesítik nekünk a jelenkorban kergetőző Terminátor John Connor receptet, hanem az ítélet napja után találjuk magunkat, amikor a gépek elsöpörték az emberiség nagy részét, a maradék kiírtásán pedig lelkesen dolgoznak. Az ellenállás sorai között találjuk magunkat, méghozzá Jacob Rivers bőrében, aki egyedüli túlélője a saját alakulatának, de ennél is érdekesebb, hogy a Skynet kijelölte megsemmisítésre, amit csak különösen fontos személyek esetén szoktak használni, tudjuk jól, például a Connor família esetében. Belebotlunk pár túlélőbe, és innentől részint meg kell találnunk az ellenállást, részben a közösség számára kell teljesítenünk feladatokat, meg úgy egyáltalán kitalálni, miért vagyunk ilyen fontosak a gépeknek. Bevallom őszintén, hogy nagyon örültem, hogy végre az ellenállás szemszögéből élhetjük át az eseményeket, és hogy nem követi a hollywoodi újra felmelegített első-második rész formuláját, szóval a játék már egy hatalmas plusszal indított nálam. Ettől függetlenül azért lesznek easter egg-ek, főleg a második részből, például mikor a megmentésünkre a második részből ismert kamion siet, vagy amikor a kisrácnak megmentett kutyát elnevezzük Wolfinak. Te, Jenner, mi baja van Wolfinak? Hallom, hogy ugat. Fontos hangsúlyoznom, hogy ez egy indie játék, szóval arra rácsodálkozni, hogy óvatosan fogalmazva is szarul néz ki a Terminátor, mondhatnám, hogy nem illik, bár tegyük hozzá, hogy Unreal Engine 4 fut alatta, és még csak nem is látszik, de legalább a robotok helyenként szépek, bár azok sem annyira, mint amire ez a technológia képes, mindegy. Ezzel most essünk túl. A játék igazából abból áll, hogy a kiindulási ponttól elmegyünk a célpontig, és a kettő között levadásszuk az utunkban álló gépeket. Ehhez kapunk egy aránylag nyitott pályát, amiben igazából a leomlott törmelékek képzik az ösvények határát. A játék lényege, hogy ahova csak lehet menjünk be, és lootoljunk, mint az őrültek, idővel lesz lehetőségünk zárakat feltörni, ládákon és ajtókon, ezek szintezve vannak, szóval nyilván a hard fokozatú zárakkal nehéz lesz megbirkózni. Bár nem teljesen értettem ezeket a szinteket, mi alapján dobja a rendszer, mert itt például úgy van hard szintű zár egy ajtón, hogy hülye lenne bárki is feltörni, egyszerűbb Frank Drebin módjára megkerülni. Ugyanígy lehet hackkelni mondjuk zárakat, vagy ellenséges lövegtornyokat, utóbbiak ezzel állíthatóak a mi oldalunkra. A hackkelés másik szerepe, amikor Skynet őrhelyeket számolunk fel. Ettől nem kell megijedni, a lényeg, hogy ugyanúgy fel kell, illetve lehet törni az őrtornyokat, azok elintézik a környező terminátorok és más gépek tisztogatását, majd lemegyünk a bázis gyomrába, meghekkeljük ott is a számítógépet, lényegében felülírunk valami vezérlést ezzel a kis ügyességi játékkal, aminek hála 10 másodpercen belül levegőbe repül az egész kódszeráj, és ennyi, kész is vagyunk. Ezek kívül előfordulnak még más természetű mellékküldetések is, de ez viszonylag rendszeresen visszatér. Egyébként érdekes képet fest a játék az ellenállás és a Skynet harcáról, mert az itt látottak alapján az ellenállás egyáltalán nem folytat elkeseredett harcot a gépek ellen, inkább az jelenti a veszélyt, hogy a gépek sosem fáradnak el. Érthető technológiai fölényben vannak, és őrületes pusztítással dolgoznak, viszont az emberek nem annyira esendőek, mint azt hinnénk. Állig fel vannak fegyverkezve, a fegyverzetük abszolút ütőképes a Skynettel szemben, és hard fokozaton is csak ritkán éreztem, hogy na akkor itt most lefőtt a kávém. A játék előre haladtával egyre újabb és újabb játékszereket találunk, a plazma fegyverek hasznosak lesznek, mert a T-800-asokat, meg fejlettebb társaikat csak ezek sebzik, úgyhogy amint ezek színre lépnek, érdemes a hagyományos lőszerrel működő puskáktól és pisztolyoktól megszabadulni. A plazma fegyver különben nem csak ezért hasznos, hanem mert többi társával ellentétben moddolható, hogy még nagyobb veszélyt jelentsen másokra.
Lehetőségük lesz lézeres aknákat is felhelyezni a falra, vagy le a földre, illetve felszedhetünk speciális késeket is a terminátorok ellen, ha éppen lopakodni támadna kedvünk. A játék ugyanis lehetőséget ad a konfrontáció elkerülésére, de egyfelől ezt nem ajánlom senkinek, mert kevés kivételtől eltekintve ezek elég idegörlőek. Másfelől a játék skill rendszere jutalmaz minket a kilőtt fémekért, ahogy itt hívják. XP-jár a killekért, a teljesített fő- és mellékfeladatokért, a csapattársainkkal folytatott beszélgetésért, a hekkelésért, és ezek a pontok idővel skillekké érnek, sőt, találhatunk elszórva a skillbookokat is, amit ha megtalálunk, kapunk egy elkölthető bónuszpontot. Így lassan, de biztosan, mi lehetünk a legmenőbb, legkeményebb csávó egy kietlen pusztában. Csak buzik kurnak nőket. Különben azt meg kell hagyni, hogy a játéknak van egy sajátos, sőt kifejezetten terminátoros hangulata. A licenszelt zenék csak elvétve csendülnek fel, viszont a játék sajátjai is meglepően jól sikerültek. A világ atmoszférája pedig kétségkívül tapintható. Ott van a törmelékek és a leszakadt oldalfalú toronyházak romjai alatt, az ítélet napjának meg annyi áldozata, miközben az utcákon a halálosztók vadásznak az emberekre. Valamit nagyon ügyesen csinált a stúdió, mert még a mostoha tálalás ellenére is valahogy sikerült elcsípniük azt a Terminátor légkört. Lelki szemeim előtt pont egy ilyen nyomorúságos világban, egy ilyen világért küzd John Connor és az ellenállás, szóval engem ez teljesen elcsípett, és képes volt minden kilátástalansága ellenére bent tartani, mert a Terminator Resistance bizony egy szörnyen nyomorult játék. Bármennyi érv is szól a Terminator Resistance mellett, sajnos ez is követi az elmúlt évtizedek Terminator trendjeit, és inkább elrettentő példa semmit követendő. Hát őszintén sajnálom, hogy erre még senki sem figyelmeztette magukat. A játék egyetlen és legnagyobb hibája csupán pusztán abban keresendő, hogy mennyiért adják a Terminator Resistance-t. Igen, jól látjátok. Szóval ezért a játékért a kiadó elkéri egy teljes áru AAA játék árát. Ezért. Ez nagyjából egy 6-7 ezer forintos budget videójáték kéne, hogy legyen, de ne bassza már meg az ég, hogy ez a játék bárki szerint is egyenértékű, akár a Death Stranding-gel, akár a Need for Speed-del, akár a Jedi Fallen Order-rel, de nem csak a kinézetről van szó, bár ennyiért szerintem bőven számon lehetne kérni például ezt. A Resistance számos sebből vérzik, aminek egy része technikai probléma, egy része egyszerű lustaság. Például a beszélgetéseknél van egy dialógusfa, amiből kiválaszthatjuk a megfelelőt a továbbjutáshoz. Ez a kötösségen belüli reputációnkat fogja támogatni, vagy rombolni, mivel a játék végén történik majd valami, és ez alapján derül ki, hogy milyen mértékben fog érinteni minket. No, nem kell gondolkodni. Mindig válasszátok a legfelső választ. Sosem kell gondolkodni, egyenesen a legfelső választ. Egy idő után azt vettem észre magamon, hogy egyre kevésbé kötlem, mit mondanak a túlélők, mert tudtam, hogy mit kell csinálnom, ha majd rajtam múlik a hogyan tovább. Ha már az NPC-knél tartunk, mi ez az arcanimáció és főleg szájanimáció? Létezik ennél művibb megoldás? Egyébként nem zavarna, ha nem tolnák ennyire az arcomba. Aztán vannak még apróbb, számomra érthetetlen megoldások ebben a játékban. Például ellenőrzött itt bármilyen ötletet bárki is? Például ezt a látványosan kirakott mikróban vagy tévében lobogó lángot, ezt komolyan gondolták? Nem ezen csúszik meg a világ mindenség, de jó, hogy nem egy fél pár csizmában gyújtottak be melegedés céljából. És nem mondja azt nekem senki, hogy amikor állították össze ezt a settinget, senkinek nem szúrt ez szemet. Emellett a játék néha nemes egyszerűséggel lespórolja egyes robotoknak a séta animációját, mert miért ne? De ami ennél is fájóbb volt, és lehet, hogy csak én láttam így, érdekelne ti, hogyan éltétek meg, vagy tapasztaltatok-e hasonlót, de nekem sokszor az volt az érzésem, hogy a játék egyszerűen elfelejti a skill pontjaimat. Nem vagyok benne biztos, mert eléggé a vége felé voltam, amikor szemet szúrt, de nem párzott ki, ahhoz képest hányas szinten voltam az, hogy hányas szinten voltam az egyes ágakon, mármint összpontszámra nem jött ki a matek. És akkor azt már nem is mondom, hogy a játék egy részén meg lehet dönteni a helyi górécsajt, meg egy random menekültet, és olyan rettenetesen creepy szex jelenetet kapunk, hogy még a háztartási kekszemtől is elment az étvágya. A vicc az, hogy ettől függetlenül a Terminator Resistance nem egy kifejezetten rossz játék. Az tény, hogy az akciójelenetek finoman szólva sem ütnek újjukat a kreativitás segén, a lootolás teljesen öncélú, craftolni és kereskedni gyakorlatilag egyáltalán nem kell, a kereskedést például egészen bátran elfelejthetjük. A mellékküldetések legfeljebb azért lehetnek érdekesek, hogy gyorsabban tudjunk szintet lépni, de érdemben nem érintik sem a sztorit,
sem a végkifejletet, összeadva az egészet, a Terminator Resistance tipikusan az a játék, ami valamiért jobban sikerült, mint a kiadó többi játéka, és tévedésből azt hitték, ez már a AAA liga. Nos, nem csak hogy nem az, de innen még nagyon sok akcióra lesz szükség, hogy ez a játék annyiba kerüljön, amennyit végül is ér. Bevallom őszintén, hogy ezt a játékot eredetileg Budget World bemutatónak szántam, és kicsit leforrázott, amikor megláttam, hogy ez egy egészen más ligába pozícionálja magát. Kár érte, mert ha kisebb lett volna az étvágy, vagy más nem mondjuk az arc, szerintem én sem lettem volna vele ilyen szigorú. Ha szeretnéd segíteni a munkánkat, akkor oszd meg ezt a videót barátaiddal, és jelezd vissza nekünk egy lájkkal. Ha ti ettől eltérő élménnyel gazdagodtatok a játék során, akkor ezt kommentben osszátok meg velünk és egymással. Az OV támogatásáért pedig továbbra is végtelenül hálásak vagyunk. Sziasztok!